Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és a Stardew Valley-ből jelentkezek ismét. És megnézem, hogy hol tartottam. Ugye az előző részben arról beszélgettem itt magamba, hogy tudjam, hogy hogyan folytassam, mert ugye ez mindig problémát szokott jelenteni, hogy elmegyünk a sivatagba. Most megnézem, hogy mennyi szerencsém van, mert az is függvénye volt, hogyha valami szerencsés vagyok ma. Ezt megnézzük. Akkor a geodát kéne bontani, mert ugye nagyon ritka a dolog az, és vasárnap van, Clint az nyitva van, úgyhogy nincs semmi gond, csak is torta, nagyszerű. Kéne főznöm is. Nézzük meg a szerencsét. Ó, király, akkor nincs szerencsém. Relatíve király. Jött egy levélke, nézzük meg mi az. Jó, akkor Willy és a sivatag. Mit csináltam? Nyomtam egy, ez egy bugyorgot valami, akkor nyomtam a kettes. Na mindegy, nem érdekes. Mi ez a hang? Ilyen bugyorgás, vagy víz folyam. Ha, mindegy. Lejöveszem a fülemen a hangot, mert lehet, hogy... Lehet, hogy az zavar, hogy hallok dolgokat. Na. Oké, okay, ezek ilyen, jó, ilyen dolgaim. Oké, okay, ez is, ez téli gyümölcs, ezt inkább ide rakjuk. Megint hallottam. Na. Ősi baba, téli gyökér, az van itt. Nasit azt vihetjük, ilyen kajagyanánt, Szardínia. Jó, a táskát is meg kell venni. Táskavétel, Willyhez elmenni, sivatagba elmenni. Geodát nem bontunk. Ami még fontos, tehát mi ez a... Ja, mindig ezt csak is tartok, mindig ilyen kupac kakinak nézem. Az előző epizódban is sikerült. Meg itt lepakoljuk a szemetet. Jó. Meg Glintana mondta, hogy jó lenne, hogyha behordanák mindent a bundlükbe, ami oda valósi. Ez is egy tök jó ötlet egyébként. Teljesen adom, hogy ezt meg kéne tennem. Itt igazából... Gyapjú és kacsatojás. Ezek nincsenek, tehát ezt nem tudom ezt itt megoldani. A haltartályba harcsa ilyenem nincs. Megyek így körbe-körbe. Szellemhal, homokhal, falugróhal, ilyenem sincs. Vörös sugér, az benne volt, ez a tonhal. Ezt nem lehet átrakni, de mi? Nem, tonhal, meg a tilápia, ilyenem sincsen. Halam az nagyjából nincsen, pontyot raktam be, egyedül nagyszájú sügér, bikafej, ez mi egyébként Szardínia? Tokhal. Keszeg, süllő, angol. Keszegem, mintha lenne, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Jó, hát ebben meg ez a fura parti csiga kell majd, amit meg kéne, le kéne vadásznom, meg hát ezeket is összefoghatnám. Mondjuk folyami rákot a folyóba lehet fogni szerintem, de az meg az a rák csapda kellene, ezt is meg lehetne. A szívkagyló vagy a parti csiga az összejöhet szerintem. Jó, oké, akkor azt kell még majd vadásznom. Meg a rák csapdát, vagy rák valamit, és meg kell nézni, hogy tudok-e kraftolni, mert azt is egy kedves nézőm írta, hogy azzal is tudok fogni dolgokat. Tükörtojás, hát igen, ezek olyan dolgok, amiket majd meg tudok csinálni. Ja, mondjuk igen, ez is az. Széna, búza, alma. Jó. Hát a szénát is, ezt föl is írom magamnak, amit be tudok hozni. Széna, 10 darab. Búza, 10 darab. Oké. Okay. Ez menni fog. Ez a milyen tábla? Közleményes tábla. Közleményes tábla, oké. Okay. Az itt volt, ugye? Nem ez volt. Egyébként ide is tudok fel, juharfaszirup. Juharfaszirup. Jó. Ilyenem nincs. A szarvas gombám még nincs. Tükörtojás. Makitekercs. Ide írom. Tükörtojás. Ezt megnézzük, mert lehet, hogy tudok csinálni. Ez micsoda? Makitekercs, te jó ég. Ezek valami receptek. Ezek olyan kaják, gondolom. Mákom az nincs. Nincs mákom, mert nincs mákom. Jó, ez ebbe volt. Azt mondja, hogy tölgyfagyanta, ilyenem is van.
mennyire igaza volt Gwynnek. Csak ugye azért nem cipeltem be őket külön, mert ezeket nem tudtam megcsinálni. Valamilyen bor. Nyulláb. Gránátalma. Ilyen nem nincs. Tehát általában azért akkor szoktam behozni a cuccokat, amikor valamit várok érte, hogy mondjuk egy bundle megvan. Lila gomba, olyanom is van. Lila gomba. Pú. Nautilus kagyló? Hát szerintem ilyen nem nincs. Domolykom sincs. Fagyos geóda? Az lehet, hogy van. Az lehet, hogy van. Ez a csiga kagyló, ez viszont rémlik, hogy mintha lenne ilyen. De nem vagyok benne biztos ám. Mindegy, azt majd megnézzük. Vörös gomba az megvan, oké. Okay. Napraforgóm az van. Napraforgó, ez mi? Kacsatoll olyan, biztos nincs. Aquamarin, az van. És ez a vörös káposzta. Szerintem az nincs. Azért fölírom, káposzta. Szerintem olyanom nincsen nekem. És körbeértünk, ugye? Ja. Igen, oké. Oké, ez volt a közel. Éléskamra, itt nagyjából megvagyunk. Ja, igen, ez. Ennyi? Haltartályban nem tudok mit hozni, közleményes tábla és éléskamra. Ennyi van már csak, te jó ég, de jól állunk. Királyság. Na, akkor nézzük meg a zöldségeket. Nincs a vörös káposztán, itt nem látok olyat. Viszont napraforgó az van. Egyet viszünk. Napraforgó. Oké, halványan kihúzom. Ez egyéb növényke nem volt, ugye? Még fura, hogy nincs vörös káposztám, azt nem tudom, melyik évbe kellett. Ó, néma. Napraforgók itt kolbászolnak, amikor itt kéne lenniük. Nagyon jó, most rendben van. Még egyet elviszünk magunkkal, mert hát, ha összefutok Hélivel, hadd haladjon, hogy a projektünk, közös projektünk Hélivel, hadd haladjon. Aquamarin. Egy olyan is kell, az is megvan. Na, de jó. Na, fagyos geóda. Ez nem az, de lehetne akár az is, de nem az. Jó, a szemetek azok itt vannak. Itt nem látok semmit, ami kellhet. Na, itt mik vannak? Vörös márna, óriás lapó, ponty. Pontyot ezt beraktam én szerintem. Szénából kell 10. 10 széna, oké. Okay. Juharfa szirup, tölgyfagyanta, egy darab kell. Az is megvan. A juharfa szirupom is van. Jó, egyet elviszünk, mert azt is bele kell rakni előbb-utóbb, nincs mit tenni. Lilagomba, fagyos geoda, vörös káposzta. Ó, oh, itt ez a kígyós cucc. Oké, okay. Azt nem írtam föl, de ezt tudom, hogy kell bele. Jó. Ez nem tükörtojás? Nem. Oké. Okay. Menjünk tovább. Na, itt vannak a gombik. Vörös gombából kell egy darab. Vörös gomba hol van? Lila gomba. Hát, föl nem írtam, de mintha kellett volna. Egy mindegy, elviszem a lila gombát. Azt... Lehet, hogy ezt már bevittem, és azért nem írtam föl, de nem baj. Nem baj, elmegy ez. Mi ez? Ősi gyümölcs. Jó. Oké. Okay. Hát borom az nincsen, mert most nem készült el egy se, de majd csinálok valami gagyi bort. Jó, a 10 izét azt beraktam. Rendben. A vörös káposzta bor, ami hiányzik. Oké. Okay. Az még hiányzik. Kutyusnak adok simit. Nem, először felszedem az utat, mert az a tuti. Aztán adok neki simit. Addigra elmegy, mire... Hogy... Szia, kutyus! Jó! Hogyan vannak egyébként ezek itt? Ó, oh, szuper, még tart. Tobik, ezek a... Mit raktam ide egyébként, hogy nem lehet elmenni? Kutyát, a kutyától nem lett. Jó, rendbe értem. Fagyos geóda, fagyos geóda, nincs. Magma geóda van, meg omni geóda. Fagyos geódám nincsen. Akkor a következő fagyos geódát ezt meg kell, hogy őrizzem majd. Az utókornak. Egyre rosszabb ez a kerítés. Megedetjük. Szia! Ja persze, itt dolgozik ez nekem.
ez a leányzó. Ja, de ez aztán a király munka volt, látjátok? Simogattam és egyszerre raktam le a dolgokat, úgyhogy ez nagyon pepec volt. De hogy eszem meg? Nem eszem meg, semmit nem eszünk meg, így. Te a tárgymenőm, király. Azt se tudom fölvenni, te le a tárgymenőm. Mi a probléma a tárgymenőmmel, nem tudom, de lerakodunk. Lerakjuk mondjuk ide. Lerakjuk a sok kajámat. Ezt, ezt, a gombát meghagyjuk, ezt is, meg ezt is. Így. Így már el tudom bírni ezeket a dolgokat. Jobb munkát, Robin. Hajrá, hajrá. Csináld csak a dolgokat. Én addig itt az állatokkal foglalatoskodom. Óha. Ez már azért nagyon jó minőségű majonéz lesz. Ja, viszem a kis íperikem, mert azt mindig itt szoktam hagyni. Megfejem a tehénkéket is. Ez egész jó, itt nem rohadtak még le a kerítések. Az a baj, hogy ilyenkor elpusztul a kerítésre rakott fákja is, úgyhogy ez nem is a jó hír. Sziasztok! Ne zúgolódjatok! Még egy ilyen izé lesz egyébként, ezt is majd fölfejlesztjük, ezt a tehénistálót, de egyelőre még marad. Itt van Tisi. Ja, nem jó klikkel fejtem. Ezt mellé fejtem. Nem adott tejet? Na azért. Az a furcsa hang, az a melléfejés tipikus esete. Igen. Megvannak a tejek is, behányjuk a sajtkészítőbe, és már megyünk. Ja, még gomb... Ó, kész vannak a seritalok. Király. Mehet oda, abból meg kettőt ide. Hozzuk el a gombákat először. Biztos, nincs gomba, akkor születeltem a múltkor, jó. No, azt mondja sör, 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 sör. Csináljunk valami bort. Ez mi ez? Szőlő. Csak egy szőlőborsort. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sör volt, akkor 5 szőlőből kijön ez a dolog, de gyere vissza. Jó, akkor menjetek oda. 5 szőlő és az 5 sört kiveszünk. Így, így a jó. Így, így akartam, és akkor ebből lesz bor, és ez valószínűleg gyorsan elkészül. És miért nem megy ez a két hordócska? Nézzünk csak oda valamit. Mondjuk tököt. Két tökkel, mert a tökből nem jó bor születik soha. Na, oké, a kis ibrikemet lerakom. Ezt, és magamhoz veszem a kajákat, mondjuk, mondjuk elég ez. Mert biztos le fogok menni a bányába, úgy gondolom, hogy lemegyek a bányába egyet körbenézni. A sivatagban, mert ott is van valami bánya. Nem szedünk semmit, megnézzük a busz mikor indul. Ó, már itt van azért a sofőr, Bunkó Pem személyébe. Ezt kikappantjuk, megnézzük, mi van benne. Ősi... Ősi balta. Jó, akkor mehetek a múzeumba is. Most már úgy néz ki. Első körbe én elmegyek ide le Hélihez. Megnézzük, otthon van-e. Régen voltam nála. Ott ül a hóba az egyik. Ó, oh, hello, sziasztok, Emilyvel is beszélünk, ővel is régen beszéltem. Szia. Igen? Persze, nem tudom, mit mondtál. Elnyomtam. Itt van Héli. De hogy mondom meg. De igen. Tessék, itt van egy ilyen. Remélem nem kaptad mind a kettőt. Nem? Oké. Okay. Na hát remélem örülsz neki, mert most egy darabig nem jövök. Nem férek el. Egész hangulatos a házuk, nekem is valami hasonlót kéne berendeznem. Benézzük a kukájukba. Egy kenyérke. Ebben semmi nem volt. Jó. Hogy állok egyébként így HP ügyileg? Meg is esszük azt a kenyeret, megnézzük, mit tölt vissza, hogy megnézzük, mit tölt. 20 életerő, 50 energia, és mennyi energiám hiányzik, nem tudjuk. Mindjárt nézzük.
Hát annyi nem, de tövegesszük ezt. Ez ilyen hirtelen jött kenyér, úgyhogy tökéletes lesz így a visszatöltése. Na, a boltba akartam venni, igen, hátizsákot, megveszük a hátizsákot. Itthon van Pierre, szia Abigail! Viszontlátásra, meg nem kereslek most. 10 000-be kerül, megvásároljuk, köszönjük, örülünk, kicsit elfogyott a pénzünk, de ezt is már mondtátok, hogy vegyem meg, és ez nagyon hasznos dolog. Semmi olyan, ami nekem most nagyon kéne. Itt vannak a fácskák, valami csemete, gránáta, valami csemete, ilyesmi. Jó, mindegy, ez megvan, most elugrunk a múzeumban, akkor még Abigail-lel váltunk pár szót, ha már ővel is találkoztunk. Rajzoltam két képet. Mit gondolsz? Dzsungelsziget és a tigris. Hát nekem inkább az ork. Ork tetszik. Na, végén még a Abigail szimpatikusabb lesz, mint a Héli. Hélivel nagyon lassan haladok egyébként. Még a polgármesterrel is jobban haladok, hogy őszinte legyek. Pedig önök csak néha hozok egy paprikát, ezt el van vele. Jó, mondjuk nem is igen itt egy kuka, ebben sose kotoráztam még. Találtam is egy kólát, meg is isszuk. Nem tudom, számít-e? Valamit számított. Egész jól el vagyok a kukából. Na, adományozzunk a múzeumnak, egy ilyen nyavaját tudok adni. Kapni nem kaptunk érte semmit, viszont kiderült, hogy a bábú az nem kell neki már semmire. Itt van a sok könyv. Jó, ilyeneket most nem olvasgatok, hanem muszáj. Na, de most ugyanazt még egyszer. De már. Kristályokat növeszteni. Rakja egy általad kiválasztott rágokat a kristályomba, és most... Aha! Ritka prizmás töredékekkel. Akkor biztos a... Ja, ezért ezt próbáltam, nem tudta legyártani nekem az iridiumot. Karmazsin hal. Nyár meleg óceáni vizeiben él. Strand legkeletibb oldalán látták őket. Télen jelenik meg. A nyílvessző, fejű, kis sziget. Déli részén fogható. Ott a folyó az óceánnal találkozik. Ha, csatornában él. Legenda nevét is él. Hegyi tóban fekvő farönköknél él. Esős tavaszi napokon lehet elkapni. Jó. Kár, hogy ezeket nem lehet újraolvasni. Jó, azt nem tudom már se, hogy se olvasni ezt a könyvecskét. Ezt. Nem. Ez már ott marad mindig, jó. Vagy innen kell, ezt lehet innen kell olvasnom esetleg. Aha, innen. Ó. Günther örül neki, hogy ilyen ügyesen gyűjtegetek. Na jó, ez megvan. Bontatni nem kell Geodát, úgyhogy megyek is a bandlőházba, berakom ezt a sok bandlit, aztán lehet, hogy lekésünk erről a múzeumi útról, nem tudom. Szia! Belenéztem ebbe a kukába is, az egy menet közben sosárt. Hát nem tudom, meddig lehet. Meddig lehet a múzeum, vagy ezébe menni. Busz megállóba. Na, akkor nézzük. Pakolászunk bele. Ebbe mit hoztunk? Nem néztem meg ezt a kettőt, jó? Ezeket itt bekarikázom, hogy ezt meg kell néznem, hogy tudok-e egyet gyártani.
Viszont a szirupot ezt hoztam, azt belerakjuk. Oké, ez kifújt. Ebbe van mindenfélém. Jó. Borom az majd lesz. Gomba ilyen. Domolykom nincs, meg fagyos geódám sincs. Ebbe jártam, oké. Ilyenem van. Ez így rendben van. Meg ez is. Ez egész jó. Ebben nem sok minden kell. Ebben meg nincs. Jó. A vörös gomba az nem tudom, hogy kellette valamibe egyébként. Talán nem. Jó, egyelőre akkor nem. Maradjunk annyiba, hogy nem kellett az semmibe. Most elmegyek vissza haza. Haza loholok. Ha! Nem nekem sétált. Akkor sietek. 16 óra. Hát nem tudom, meddig lehet a sivatagba menni. Meg mikor lehet hazajutni onnan. Teszünk rá még egy tétova kísérletet. Még a mai nap el tudjunk menni oda. Hogy, ja, hát még itt vanni. Blackert, nem csupa mocsok. Jó, nem érdekel. Itt lehet egyet venni? 500-ba kerül. Igen. Ó, még el tudunk menni. Ott még ez is belefér a sivatagi túra is. Nagyon, nagyon... tartalmas napot zárunk, úgy néz ki. Sok mindent csináltunk. Ez az első útom a sivatagba, úgyhogy gyűjtögettünk, nézegettünk, körbe-körbe mindenfele, azt meglátjuk. Összedjük ezeket a cuccokat itt. Nem tudom, hogy meddig maradhatok ezen a területen. Agyag. Kókuszdió, nem tudom, az mihez kellett egyébként. Hogy valakinek ez kell-e ajándékba. Mindegy. Azért gyűjtögetjük őket. Hopp, egy valami arany erekje. Még egy körünk lesz Günther bácsihoz holnap. Ma már nem érünk oda. Szerintem bezárt. Na mindegy, bemegyünk ide a oázisra, hogy mi ez. Beszélünk a hölgyemről, vele még sose beszéltünk. Ő az egyik... újoncunk, egy vendég, igen, én vagyok az. Egész szimpatikus. Sandy. Emilia barátnő, akkor ezek szerint. Persze, hogy működik, megcsináltattam. Te is ott laksz, nem? Azt nem tudtál hazajárni. Na. Ott meg valami sötét alak van, beszéljünk vele. Szimpatikus. Aha, kidobó ember. Ó, jó, jót beszélgettünk, barátom. Na nézzük a hölgye, mit áll. Rebarbara magvak. Tavasszal lehet ültetni, majd akkor visszajön. Csillaggyümölcsöt is árul. 400 ér. Cékla, jégkrém. Jégkrém az mit tud? 100 energia, és ó, király. Ennyi? Céklát is nála lehet venni. Jó, akkor ez is megvolt. Azért így beszélek vele is még egy picit. Oké, akkor megismertük Sandyt is. A küldetésnél az, hogy ismerjek meg mindenkit, az már megvan. Ez mi ez? Hozzál Abigailnek téli gyökeret. Te jó ég. Egy napban... Oh-oh. Hát, jó, gyorsan még elfutok akkor a... Megnézem azt a bányát, hogy ott is legyek. Aztán hazamegyünk, ezt a küldetést még meg kéne csinálnom. Nehogy elmúljon. Itt van még a bánya, ezt tudom. Az ajtó zárva van. Aha, oké. Jó, hát ezt majd... Akkor meg ki kell nyitatnom valakivel. Akkor oda még nem megyek. Ezt most egyelőre még kihagyom. Valami furcsa halat nem tudok itt fogni. Nézzük meg. Lehet, itt lesz a szuperhal, C-vel kell operálni. Egy kis mocsok. Nézzük. Valami hal. Gonosz fajtából. Ez elment, már dobom is be. Hú, ezeket deutálom, ezeket a halakat, amelyik ilyen jön-megy. Gyerünk. Na, semmi.
Nézzük meg itt. Hát ilyen a világon nincs ilyen ócskaságokat fogok ebből, és ez is egy ilyen kis mocsárka. Na, semmi. Na jó, ez utolsó, ez is ilyen ugrál, hát ez is ilyen nyambat ugrálós fajta. Oké, itt nem fogunk halat, megyünk haza. Gyorsan, gyorsan. Nem tudom, ez 500-as megérte. Na, visszatérek persze. Nem biztos, hogy megérte az 500 dollárt, bár egy két kóhúzdiót azért hoztam haza, ez is valami. Abigail, az hol is lakik? Várjunk csak, Abigail, ja. Hát azt fújhatom, azt majd csak holnap tudom megnézni. Ja. Most jut eszembe, mert hú, kész vannak a sörök is, sajtok is. Lesz némi bevételünk. Megnézzük a gombikat is. Nem mint hogyha azokat eladnám, de azért leszületeljük, ha vannak. Ó, vannak. Nagyon jó kis nap volt ez a mai. Akkor majd a legközelebbi epizódban fogunk Abigailnek vinni fagyos gyökeret. Igen, mit akartam? Ja, lerakjuk ezt a sok eladnivalót. Hát nem tudom, a kókuszdióval csinálják-e valamit egyébként. Egyelőre lerakjuk ide a kókuszt, meg lerakjuk a kaktusz gyümölcset is. Ja. Vannak ilyen nyavajáim, amiket horgáztam. Ez, az agyag az nem ide való, meg a szemét se. Az inkább ebbe gyűjtöm. Ezt meg ezt. Ja. Ez más tészta. Jó, szerintem a gombámat is most visszarakom egyelőre. Ezt a fajtát. Itt meg gyűjtöm ezeket. Ja. Hat elég nálam. Így, né. Oké, nem tudom, ez milyen halacskát hoztam egyébként, az hogy gyűjtöm a halakat ide. Oké, ezeket elpasszolgatjuk. Na, tehát mit adunk el? Ebből eladunk ötöt. Így, ezt mind, ezt mind, ezt mind, ennyi. Jó, ezzel megvolnánk. És akkor még a söröket visszapótoljuk. Nem tudom, milyen sört csináltunk egyébként, de most... hát most egy körizét csinálunk, szőlőbort. Jó, legyen az. 1, 2, 3, 4. Van még valami nyugtom? Van? Nincs. Jó. Hát ez szőlő, az jó lesz ilyen célra. 21 óra 50 van, még mivel tudjuk elütni az időt? Fogjunk egy kis szemetet? Szedjünk ki követ. Nem mintha kéne. Rendezzük a kertet mondjuk. Mert energiám is annyi van, mint az állat. Ezt még nem tudom, meg kapa. Még nem tudom felszedni, azért meg kapa. Kiszedjük az öreg tölgyet, vagy mi az öreg fát. Kivágjuk ezt is. Pazaroljuk egy kicsit az energiáinkat. Menj az idő, 23 óra mindjárt megyünk aludni. Itt még egy kicsit ritkítunk. Elnézzünk még szirup részre, hogy hát, hogyha kijöttek a szirupaim is. Jól hangzik, szirupaim. Ezt is meg kivágjuk útközben. Tadám! Na, ezt a kerítéseket is kivagdosom. Nincs új szirup a nap alatt, de itt van egy. Ezt kiszedjük, jó. Több szirup nincs. Jó, akkor megyek ide. Álmoskodik a karakterem. Oké, megszüntetjük ezt az egészet, mert ennek így nem sok keletje van.
Hát ez itt dolgozik serényen, én meg megyek aludni. A kilisztákat még kiszedjük. Egy kis agyag. Egy agyag jött ki belőlük. Le is rakodunk. Szedtem fel egy-két hasznos holmit, például követ. Például a szirup az nem ide való. Ez sem ide való. Ez ide való. Szén, honnan lett nekem szenem? Ez is ide való. Meg ez az öreg fa. Vagy milyen fa, nem tudom. Nem. Ja, ide. Oké, ide jött a ez, meg a makk is. Meg ez, meg ide. Igen, a szén az teljesen máshol, és a fanedv az még azt hiszem ebbe lakik. Így van. 0-40 van, jó van, még jó vagyok időben. Egy kis szenet hoztam még. Aranyat majd lehet, hogy égetek. Jó, szerintem mehetek aludni, megnézzük mi a bevételünk. Megyek, megyek, ne aggódj, már alszom is. Megnézzük a bevételforrásainkat. A következő napon viszont átnézzük a küldetéseket. De mennyi bevételt hoztak a serek? 9 sör, 2500, nem olyan rossz. Majdnem visszajött a hátizsákom ára. Ja. 15. napja a télnek, meg a fél idő. Túluljunk a fél időn, mert 20 hány naposak a... Hány napos egy hónap itt? 28. Ja. Van valami jellemzetes nap itt a... Ja, ezenek van a szülinapja majd. A varázslónak. Na, jól van, meg vagyunk ezzel a nappal is. Lett 56 ezrünk, meg vettünk hátizsákot, meg voltunk a sivatagban, meg meghordtuk a bánlőt is, úgyhogy nagyon jól haladtunk. A következő részben elviszem a kis aranytáblát Günthernek, aztán mit csinálok még? Lehet, hogy viszek ajándékot, mert hétfő van Hélinek megint, egy napra forgott, mert elvileg vihetek neki, szerintem. Abigailnek megnézzük a questeket, és Abigailnek viszünk olyan fagyos gyökeret, amit szeretett volna, mert annak nagyon örült volna, úgyhogy azt mindenképpen megoldjuk. Ha szerencsénk van, akkor geódákat bontunk, meg bányászni is fogunk egyet. És ki kell deríteni, hogy a sivatagi kulcsot hogyan tudom megszerezni, hogy lemehessek abba a bányába is. De lehet, hogy az itteni bánya legmélyebb lesz, nem tudom, majd ez kiderül. Vagy megírjátok kommentbe úgyis, hogyha addig nem jutok el odáig. Jól van, köszönöm a figyelmet, tetszett, lájkoljátok, és jövök vissza hamarosan a Stardew Valley epizódokkal. Sziasztok!